11 hónappal ezelőtt nyert Oscar-díjat a Mindenki című magyar rövidfilm. Az alkotás egyik főszereplője a ma már 14 éves magyar bajnok műugrólány Hajis Dorottya. A Hollywoodban kapott szobrocska szobája központi helyén áll a sportkupák gyűrűjében. Dorkát tanulás közben látogattuk meg, és beszélgettünk vele az Oscarról és az élsportolói karrieréről is. Ez a kis privát birodalma országunk egyetlen Oscar-díjas műugrójának, a többszörös korosztályos magyar bajnok Hajis Dorottyának, aki főszereplője volt az egy éve Oscar-díjat nyert Mindenki című magyar filmnek. Miért vagy szomorú? Nem vagyok. A 14 éves Dorkáról sokan azt gondolják, hogy a díj óta rózsaszín köt felhő az élete, pedig ugyanaz a lány maradt. Sokat tanul, kőkemény edzésmunkát végez, és a színészetet sem hagyta abba. De azért persze lényeges változást is hozott az Oscar-díj. Amikor elkezdtem ezt az évet, akkor én épp nagyon magam alatt voltam, mert egy nagyon nehéz korszak jött, mind sport, mind színészet, minden terén. És teljesen kiborultam, amikor jött ez a jó hír, hogy Oscarra jelöltek és megyünk, és teljesen feldobultam. És miután megnyertük, nagyon durva megváltozott az életem. Érdeklődés mindenki felől, minden felől, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ne jeljen bele magam, mert fél év múlva arra se fog emlékezni senki, hogy ki ez a Hajis Dorka. És így pontosan ezért nem is éltem bele magam. Valószínűleg önök közül is sokan játszottak már a gondolattal, hogy a lakásukban hol lenne a helye a filmvilág legcsillogóbb elismerésének, az Oscar szobornak. Dorka szobájában központi helyen van. Hát Dorka, sokan irigyelnek téged, hogy egy ilyen kis szobrocska van a szobádban. Ez az állandó helye itt? Igen, mert itt igazából ez a szobám középpontja, szóval hol is lenne jobb helye, mint itt. És szoktál álmodni még ezzel az Oscar díj átadóval? Álmodni nem nagyon szoktam, de ott van a mindennapjaimban. Hogyan? Hát megismernek az utcákon, állandóan jönnek a felkérések, interjúk, kikérik külön a véleményem, állandóan írnak a rajongók, közönség találkozókat kérnek. Szóval igazából ez így rápecsételte magát a mindennapjaimra, nem lehet elfelejteni, még akkor se akarnám. Itt ebben a szobában születnek Dorka álmai, a világot jelentő deszkáról, ami az ő esetében a színpad, vagy az ugródeszka, vagy mindkettő. Mert hogy a színészetben és a műugrásban is írtó tehetséges, és kíváncsiak voltunk, melyiket választaná hosszú távra, és meglepő választ kaptunk. Egyiket se. Nem tudom még igazából... Benne van a színészet is, szóval még azt se adtam fel teljesen, mert most még szeretném csinálni, de felnőtt koromban elég kevés esély van annak, hogy ezzel szeretnék ténylegesen foglalkozni. A műugrással sem hinném, mert sportban meg tud élni az ember nagyon ritka, és ez nem egy biztos pont. Szóval nekem muszáj egy harmadik pont, ami biztos egy szakma, és ez az orvosi pálya. De addig még a műugrás Oscarjára, az olimpiára készül, és akár már a tokiói részvétel is a tervei között van. Én már azon gondolkoztam, mert már pont abban a korban lehetnék, akik nagyon fiatalon kikerülnek, és ez nagy szó lenne, hogy egy Oscar után egy olimpia. Három éves kora óta úszott, utána ritmikus gimnasztikázott és szertornázott versenyszerűen, mindkettőben korosztályos bajnoki címig menetelt. Majd eltört a lába, és utána kénytelen volt visszamenni úszni, de akkor már késő volt az úszó karrierhez. És akkor valahogy a kettő keverékét szerette volna csinálni. Választhatta volna a szinkronúszást is, de ő a műugrás mellett döntött. Azért, mert az, mint ahogy mondja, veszélyesebb. Amikor mondjuk egy új ugrás előtt állok, és így fogalmam sincs, mit kell, csak elindítom, aztán valamikor kinyitok, amikor az edzőm szól, hogy hopp, és akkor nyissak. Szóval nagyon semmi nem adja vissza tényleg azt az érzést, amit ott át lehet élni, vagy amikor este is vissza kell állni és megcsinálni újra. Meg igazából meg tudod koordinálni a saját tested, meg tudod te irányítani még a levegőbe is, és azt szerintem nagyon jó. Heti átlag 24 óra edzése van itt a Hajós Alfréd uszodában. Három éves pályafutása alatt két országos bajnokságon vett részt, és 5 bajnoki címet szerzett. Majd minden hónapban edzőtáborozik, és nagy alázattal veti bele magát az edzésekbe. Az ő erőssége a testtudatossága, tehát iszonyatosan jól javítja saját magát. Egyik ugrásról a másikra ki tudja javítani azt, amit kérek. Az edzéseim, tehát a figyelme az nagyon magas szintű.
viszont látok benne még tüzet, amit piszkálok, amit még szeretnék kihozni. Például főként a torna részében. Most február elején Hollandiában lesz egy nagy nemzetközi versenye, arra készül edzőjével, akivel ez lesz az első közös megmérettetésük, miután szeptember óta dolgoznak együtt, és az első közös versenyük a decemberi OB lett volna, de az ugye elmaradt. Ennek pótlását is várják idén, mert Dorka ismét szeretne jó néhány bajnoki címet begyűjteni, és a júniusi EB is egy fontos állomás az életében. Nagyjából tudom, hogy az ő korosztálya az mit tud. Én egy ilyen rejtett döntőbe kerülést reálisnak látom. Az első 12, azt reálisnak látom. Ehhez pedig közösen építkeznek. Új ugrások is vannak, tehát nehezíteni is kéne a programját, hogy labdába tudjon rúgni a többiekkel szemben. Egyelőre azokat az ugrásai, amik megvannak, azokat szeretném finomítani, biztosítani, és amint ezek jók, akkor már pakoljuk is rá a nehezebbeket. Dorka nagyon elszánt, és ha valamit kitűz célul, megdolgozik érte. Ha nem megy valami, amit tudom, hogy jobban meg tudok csinálni, akkor nekem már először csak gyakorlom, aztán elborul az agyam, hogy miért nem megy, miért sem rosszul, mi történik velem. És akkor így teljesen ideges leszek, meg elborulok, hogy most ez miért van, és akkor addig gyakorlom, míg jó lesz. Hát ennek a sok gyakorlásnak és akaratnak reméljük az lesz a vége, hogy ő lesz az első magyar Oscar-díjas műugró olimpikon.